Köszöntöm a Telena magazin nézőit. Varga Szintia vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Gyertyákkal, koszorúkkal emlékeztek meg a Nemzeti Gyásznapon. Futszál csarnok épül Tolnán. A beruházás költsége 650 millió forint. A népi színjátszástól a K-popig. Szent Ágot a családi nap. Mintegy 200 nevelőszülő és gyermek vett részt a programon. Gyertyákkal, koszorúkkal emlékeztek meg a Nemzeti Gyásznap 174. évfordulóján Tolnán. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd tábornokát. Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormányminiszterelnökét. Gyere, bajtás katonának, téged teszlek kapitánynak, már esztendő nem a világ. Éljen a magyar szabadság, éljen, éljen a nemzet. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. Ha még egyszer azt üzeni, a Fusz János Zeneiskola énekkara adott emlékműsort a Tolnai Szent István Parkban a 13 aradi vértanú kivégzésének 174. évfordulója alkalmából. A diákok felidézték a magyar honvédek reménytelen, de hősies küzdelmét a jól felfegyverzett és jelentős túlerőben lévő császári csapatok ellen. Ezt követően Appelszófer Ágnes polgármester mondta el gondolatait. A 174 évvel ezelőtti tragikus őszre, a magyar szabadságharc elfolytására és a forradalom utáni könyörtelen megtorlás áldozataira emlékezünk. A tiszteletadás perceiben azonban a büszkeség érzése is árnyalja a szomorúságot szívünkben. Az Európán végig söprő 1848-as szabadságküzdelmek között a magyar forradalom és szabadságharc volt az egyetlen, amely nem elsősorban belső gyöngesége miatt bukott el, hanem az ellenség megsemmisítő katonai fölénye következtében. 1849 nyarára a császáriak mellett a beavatkozó orosz csapatokkal is szembe kerülő magyarok sorsa gyakorlatilag megpecsételődött. Augusztus 13-án a fővezérré kinevezett Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert. A haza gyászba borult. Amikor a túlerő legyőzte a szabadság és függetlenség ügyét, nem a nagy lelkűség, a megbékélés időszaka jött el, amely megnyugvás hozhatott volna a lelkekben, hanem a kicsinyes bosszú, a megfélemlítés politikája. Az osztrák kormány példát akart statuálni. A leszámolás voltaképpen már a fegyveres harcok során elkezdődött. Hajnau, az osztrák fővezér hadjáratának kezdetén kiáltványba tudatta, hogy aki a magyar kormánnyal és a hadsereggel bármiféle kapcsolatban áll vagy állt, büntetésre számíthat. Noha a bécsi kabinet augusztus 20-án a közkatonáknak amnestiát ígért, ez nem jelentett büntetlenséget. Sokakat a császári seregbe soroztak be, a magasabb rangú tiszteket, tisztviselőket és képviselőket hadbíróság elé állították. A halálos ítéletek jóváhagyásának jogát a kérlelhetetlenségéről ismert Hajnau kezébe adták. A tárgyalások sorrendjét a szabadságharcban betöltött szerep súlya határozta meg, folytatta a polgármester. Először Pesten gróf Batthyány Lajos volt miniszterelnök, Aradon pedig a honvédsereg önálló seregtestet vezénylő főtisztjeinek perére került sor. Batthyány Lajost még 1849. januárjában fogták el Pesten, a Károlyi palotában, majd a budai laktanyába zárták. A magyar seregek közelettével átszállították Pozsonyba, Rajbakba, majd Olmützbe. Batthyány ekkor is később is mindvégig ragaszkodott ahhoz, hogy valamennyi cselekedete törvényes volt, és nem ismerte el a bíróság illetékességét. A bécsi kamarilla azonban őt tekintette a forradalmi mozgalom egyik elindítójának, és elhatározta, hogy kivégzésével példát statuál.
pere kimondottan koncepciós per volt. Magyarország csak a császár 1848. október 3-ai manifestumai után számított lázadó országnak, Batthyányt azonban az azelőtti 1848 nyári tavaszi tetteiért vonták felelősségre. Az 1849. augusztus 16-án Olmützben összeült haditörvényszék először börtönbüntetésre és vagyonának elkobzására ítélte, majd azt Schwarzenberg miniszterelnök és a bécsi udvar nyomására halálra változtatta. Hajnaó még kegyelmet adhatott volna, ehelyett azonban jóvá hagyta a halálos ítéletet és elrendelte felakasztását. Utolsó engedélyezett látogatáson felesége egy tőrcsempészet be Batthyánynak, aki ezzel súlyos sebeket ejtett a nyakán, de életben maradt. Sebei miatt azonban az ítéletet kénytelenek voltak golyó általi halálra módosítani. Aradon a 13 honvédtábornokot és ezredest szeptember 26-án ítélték halálra, mint felségsértőket és lázadókat. Az ítéletet Hajnaó szeptember 30-án hagyta jóvá. A kivégzéseket október 6-ára a bécsi forradalom és a Latour hadügyminiszter meglincselésének évfordulójára időzítették. 1849. október 6-án, még napkelte előtt, az aradi vár egyik sáncában golyó által kivégezték kis Ernőt, gróf Tesefi Arisztidet, Schweidel József honvédtábornokokat és Lázár Vilmos honvédezredest. Nem sokkal később esküjük megtartása miatt a vártól délre, a Marosár terén vitónoltottak ki Holtenberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, gróf Leiningen-Westerburg Károly, Auglich Alajos, Damjanics János és gróf Vécsei Károly honvédtábornokok életét. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten Batthyány Lajos volt miniszterelnököt. A gróf nem engedte, hogy bekössék a szemét, és maga vezényelt tüzet hóhérainak. 1849 őszén azonban nem csak a 13 főtisztet és a miniszterelnököt Batthyány Lajost végezték ki, hanem közel 120 embert, köztük Perényi Zsigmond házelnököt, Csány László és Jeszenák János kormánybiztosokat, külföldi önkénteseket. Aradon a katonai elit kivégzése már augusztus 22-én elkezdődött, amikor felakasztották Ormai Norbert ezredest, később október 25-én agyonlőtték Kazinczy Lajos ezredest. Lenkei János tábornokot csupán azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott. Ő néhány hónappal később az aradi kazamatában halt meg. Ezen felül halálra vagy hosszú várfogságra ítéltek több száz honvédtisztet, és több ezer közhonvédet kényszerítettek a Habsburg hadseregbe szolgálni. Ma rájuk is emlékezünk. Appelszófer Ágnes úgy fogalmazott, hogy a szabadságharc ugyan elbukott az osztrák és orosz túlerővel szemben, de a nemzet áldozata nem volt hiába való. A küzdelem társadalmi vívmányait, a jobbágy felszabadítást, a közteherviselést és a törvény előtti egyenlőséget már nem lehetett meg nem történni tenni. Az a hősies katonai teljesítmény, amelyet a magyarság akkor felmutatott, olyan rokonszenvet váltott ki Európa, sőt Amerika szerte, amely sokáig táplálta azt a reményt, hogy egy kedvező fordulat alkalmával egyszer véglegesen kivívhatják a függetlenséget. A haza függetlensége 1867-ben a kiegyezéssel, ha korlátokkal is, de megvalósult. Újra lett felelős magyar kormány, az ország megindult a felemelkedés és a gyarapodás útján. Azóta nyilvánosan is tisztelgünk a mártíroknak, ők a történelmi győztesek. Október 6-a a magyar történelem gyásznapjai közt az egyik legismertebb. Kossuth 1890-ben rögzített emlékbeszédében Aradot a magyar Golgotának nevezi. Mi találó ez? Ahogy Jézus szenvedésével váltotta meg a világot a Golgota hegyén, úgy áldozták vérüket a szabadság hősei a magyar hazáért. Ezért aztán Arad emléke nem lesújt, nem megfélemlít, hanem éppen ellenkezőleg. Bátorít, ösztönöz. Ha
Ha ilyen kiváló emberek áldozták életüket a nemzetért és egész Európa szabadságáért, akkor igyekeznünk kell méltónak lenni hozzájuk. Legyen örökké áldott az aradi 13-ak és minden magyar mártír neve. A város első emberének beszédét követően az esemény lezárásaként a település vezetői, a társadalmi szervek, illetve az intézmények képviselői koszorúkkal és mécsesekkel rótták le tiszteletüket a Szent István Parkban felállított emlékműnél. Az idén 20 éves Tolnamözsi Futszál Sport Egyesület új csarnokot építhet az országban Debrecen mellett elsőként. A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programján belül támogatja az építkezést. Tolnamözsi Futszál Sport Egyesület a Magyar Labdarúgó Szövetségnek köszönhetően új csarnokkal gazdagodik. Ez a támogatás hatalmas elismerés az egyesület számára, mondja az elnök helyettes. Valóban igaz a hír, és óriási esélyünk van, hogy Tornán egy futszál csarnok épüljön meg. Egy másfél éves előkészítés előzte meg ezt a projektet. Tavaly május-júniusban volt egy beszélgetésünk a Magyar Labdarúgó Szövetség akkori futszál szakágvezetőjével, és ott vetődött fel, hogy az MLS a pályaépítési programján belül futszalcsarnok építését fogja támogatni a jövőben. A választás nem véletlen esett a tolnaiakra, a beruházást a klub a több évtizedes kiemelkedő munkájáért és eredményeiért kapta. A csapat országos bajnoki címekkel büszkélkedik, több korosztályos és felnőtt válogatott játékost is kinevelt, mondja Simon Ferenc. Országosan elismert a itteni futszalsport élet. Nyilván elsősorban a hölgyeken keresztül, hiszen 2004 óta szereplünk egyedülállóként az első osztályú bajnokságban, de a férfi futszalunk is egyre ismertebbé vált, és ugye a dél-dunántúli régióban talán mi vagyunk a legkiemelkedőbb olyan sportszert, aki a futszállal komolyan foglalkozik, komoly tömegbázissal. Volt, amikor több mint 150 sportolónk volt itt. Az egyesület már tervezi az építkezés ütemezését. A folyamat nem lesz egyszerű, sok munka és feladat vár a klubra, a létesítmény elkészültéig. A legjobb elképzelés, a legjobb forgatókönyv az lenne, hogyha jövő év elején el tudnánk kezdeni az építkezést, és abban az esetben, ha források folyamatosan rendelkezésre állnak, akkor van esély arra, hogy talán jövő év végén a csarnok használható is lesz, de még egyszer hangsúlyozom, hogy rengeteg munka előzi meg azt, hogy ez valóban így valósuljon meg. Az épülethez már látványterrek is készültek. A komplexum abszolút új, modern és 21. századi lesz. A hazai és ide látogató vendégjátékosok és szurkolók kitűnő körülményekre számíthatnak. Az épület meg fog felelni egy első osztályi futszal mérkőzés lebonyításának a feltételeivel, megfelel az MLS ingatlan szabályzatában kialakított elvárásoknak. Ez egy szabvány futszalpályát fog tartalmazni, parkettaborítással 20-40-es méretben. Lesz egy 200 fős lelátó a csarnokban, illetve a kiszolgáló létesítmény, öltözők és egyéb olyan berendezések, ami szükséges a csarnok működtetéséhez. A létesítmény a Tolnai Városi Sportpályán fog épülni, a Tolna VRC labdarúgó sportegyesület öltözője és lelátója melletti füves területen. Az, hogy itt valósult meg, nyilván kellett helyet találnunk ahhoz, hogy egy ilyen létesítmény megépüljön, és a lehető legjobb feltételek mellett tudjuk ezt megépíteni. Az, hogy milyen módon és hogyan tudunk ingatlanhoz jutni, elsőként már az önkormányzat jutott eszünkbe, és kézenfekvő volt ez a helyszín, hiszen itt már egy működő sportlétesítmény van, amit ragyogóan kiegészíthet egy ilyen futszalcsarnok, és nem csak a futszalsportegyesület, hanem az itteni Nagypás Labdarúgó Sportegyesület tevékenységét is szolgálhatja. A helyszín teljes körű közműellátással rendelkezik, amire már csak rá kell csatlakozni az építés során. A futszalegyesület a Tolnai Önkormányzattal is egyeztetett. Ez az kellett, hogy az önkormányzat ezt a ingatlan biztosítsa részünkre, és ezt sikerült elérnünk. Hosszabb egyeztetés és többfordulós megbeszélés volt a önkormányzat képviselőivel. Ez év január közepén született meg a döntés, és feltételesen ugyan, de
jóvá hagyták, hogy térítésmentesen megkapja az Egyesület ezt az ingatlant. A feltétel az volt, hogy a támogatási igazolás erre vonatkozóan, tehát érvényes pályázatunk legyen, ezt az MLS kiadja, és ez megtörtént most szeptember 25-én. Simon Ferenc elmondása szerint a projekt fő célja az utánpótlás korosztályú gyermekek bevonzása. Abban bíznak, hogy ez a csarnok vonzó lesz a fiatalok számára, és a számítógép elől kimozdulva napi 1-2 órát futszállal töltenek el. További kitűzésük a lány utánpótlás korosztály mellett a fiú szakák fellendítése is. A beruházás költsége 650 millió forint, melyhez 460 millió forint TAO támogatásból, 190 millió forint szponzori támogatásból érkezik. A program kapcsán helyi támogatók segítségére is számítanak. Most rövid reklám következik, majd hamarosan folytatjuk a Telena magazint. Maradjanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztó bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium a 2024-2025-ös tanévben is várja leendő diákjait. A továbbtanulás előtt állóknak 4 és 6 év folyamos képzést, emelt óraszámú angol vagy német nyelvoktatást kínálunk. Korszerű környezet, felkészült pedagógusok, családias légkör, remek közösség. Legyél te is részese! Az Országos Könyvtári Napokhoz csatlakozott idén is a Tolnai Bibliotéka. A Városi Könyvtár több programmal és akcióval készült, melyre sok szeretettel várta az érdeklődőket. A 17 éves hagyományra visszatekintő Országos Könyvtári Napok a hazai könyvtári rendszer összehangolt működésének kiemelt értéke, a szakma legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozata. Ehhez csatlakozott be idén is a Tolnai Városi Könyvtár, melynek keretében Link Judit tartott előadást. Kezdtem minden korosztálynak valami érdekességet összeállítani ebben az előadásban, tehát a népi színjátszás és a színjátszás maga az gondolom közelebb áll a fiatalokhoz, de én azt hiszem a popzene sem áll távol tőlük, hiszen a 60-as évektől már azért Magyarországon is a popzene dívott és szerették. Úgyhogy nagyon remélem, hogy jól fogják fogadni, mint a fiatalok, mint az idősebbek. Nagyon úgy tűnik, hogy a kíváncsiság jelenti Dél-Korea kulturális előnyét. Mindenki megkaphatja azt az impulzust, amit tapasztalni szeretne. Egyesek a fiú együttesek tagjainak vonzalmát érezhetik, talán a történelmi kosztümös sorozatok iránt vágyakoznak, míg mások a koreai nyelv rejtélyeit szeretnék kiismerni,
esetleg egyszerűen az ország természeti szépségei iránt kutakodnak. Egyrészt nekem Ázsia szívem csücske kis gyerekkorom óta, úgyhogy én Indiával kezdtem, és mentem egyre keletebbre, Kína, Japán, Vietnám, Indonézia, és az utolsó volt érdekes módon Korea, és ez a filmek kapcsán, ugye a Palotai köve volt Magyarországon az első, azt hiszem, amit leforgattak, és én könyvtáros vagyok, és én olyan könyvtáros vagyok, aki nem bírja elviselni, hogyha valamiről nem tud valamit. És elkezdtem kutatni Koreát, elkezdtem tanulni, tanulmányozni, és hát Koreában természetesen beletartozik a K-pop is, hát kikerülhetetlen dolog. Az, hogy mi a titka, hát ezt próbálom elmondani az előadásba. Remélem egy kicsit meg is fogom világítani ezt. A K-pop befolyása kiterjed a divatra is, főképpen Ázsiában, ahol a koreai popsztárok ruhái, frizurái és az általuk használt kozmetikai termékek keresettek a fiatalok körében. Az előadás keretében több könyvvel is megismerkedhetnek az érdeklődők, melynek keretében tágabb képet kaphatunk eme különleges országról Kelet-Ázsiában. A könyvek, amiket ajánlani szeretnénk az olvasóknak, koreai könyvek, koreai történetek. Vannak szakkönyvek, ugye Koreában a bőrápolás például egyébként is a higiénia nagyon fontos dolog az életükben, de hát természetesen ugye Észak-Korea sem maradhat ki, Korea története, és hát hogy maradjunk magánál az előadásnál, hoztunk K-popos könyveket is. Ugye a BTS együttes a legismertebb jelen pillanatban a K-pop világából a világban. Két angol nyelvű könyv, és már magyarul is megjelent egy könyv. Ez természetesen a Tolnai Könyvtárban megvan. Valamint egy szép irodalmi ifjúsági könyv sorozat is indult, ami K-pop történetű. Ezt is természetesen ajánljuk a fiatalabbaknak. Dél-Korea, az ultramodern nagyvárosok és az ősi, számunkra ismeretlen keleti kultúra kettősségét egyaránt magán hordozó különleges ország, melyhez talán az előadás végével sikerült egy kicsit, ha csak gondolatban is, de közelebb kerülnie mindenkinek. Családi napot szervezett a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató Tolna vármegyei nevelőszülői hálózata. Az esemény Tolnán, az Altaripa szabadidőparkban kapott helyet. A programon mintegy 200 nevelőszülő és a gondoskodásukban élő gyermek vett részt. Gyerekzsivajjal telt meg a tolnai Altaripa szabadidőpark, ugyanis a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató nevelőszülői hálózata nyár búcsúztató napot szervezett a vármegyében élő családok részére. A rendezvény egyik célja az volt, hogy a nevelő családok egy napra kiszakadjanak a mindennapok feladataiból, és jól érezzék magukat egymás és a gondoskodásukban élő gyerekek társaságában. 11 éve élek nevelőszülőknél. Nagyon szeretek igazából itt lenni. Rengeteg helyre elvittek már, Balaton szinte körbejártuk, imádom, ott van egy nyaralónk, oda nagyon szeretek minden évben felmenni, igazából imádok, olyan, mintha tényleg ők lennének a családom, náluk jobb embert nem ismerek még a Földön, igazából már én is gondolkoztam benne, hogy lehet, hogy folytatom, én is szeretnék. De ezen még gondolkozok, de nagyon megtetszett igazából. Szeretném másnak is továbbadni azt, hogy tudok segíteni. Az eseményen voltak olyanok is, akik nemrég csatlakoztak az Ágot a közösséghez. Benedek Iva azt mondja, március óta nevelőszülő. Szeretem a gyerekeket nagyon, van 3 gyere, saját gyerekem is, és úgy gondoltam, hogy szeretnék segíteni a gyerekeken. Jó. Én szeretem. Nehéz, kihívásokkal teli, de nagyon jó. Évközben egyébként rendszeresen szerveznek az összetartozás élményét erősítő eseményeket is. Nagyon sok programmal készültünk a gyermekeink fiatalok számára. Közel 200 gyermeket, nevelőszülőt, családtagot várunk a mai napra. Játékvár, habparti, arcfestés, csillámtetkó, tánc, és nagyon sok ilyen program van, ami reméljük, hogy kedvelt elfogadtságot fog jelenteni számukra. Azt mondtam, hogy már hagyomány. A legfontosabb célja az, hogy a
nevelőszülők, a gyerekek találkozzanak egymással, hiszen a mindennapok során erre kevés alkalom van, hogy ilyen nagy számban és teljes körűen megismerhessék egymást, ismerkednek, beszélgetnek, mondják el egymásnak a örömeiket, kihívásaikat, osszák meg a dolgaikat, és ugyanígy a gyermekek is, és természetesen hát egy kellemes együttlétet is szeretnénk nekik biztosítani, hiszen nagyon fontos az, hogy ez a nemes hivatás azért feladatot jelent a mindennapokban, és ez is egy olyan alkalom, hogy kicsit kapcsolódhatnak, pihenhetnek, rekreálódnak, és új úterővel indíthatják a holnapot meg a holnap után. Tolna vármegye a nevelőszülők számát tekintve szerencsés helyzetben van, mondja a területi igazgató, azonban a rendezvény nem titkolt célja az volt továbbá, hogy a hivatást népszerűsítse. A nevelőszülők egy része koruknál fogva egészségállapotuk miatt néhányan abba adják a tevékenységet, hivatást, és helyettük pótolni kell azt az űrt, hiszen nagyon sok gyermek vár arra, hogy családban nevelkedhessen, ezért nagyon szeretnénk, hogyha minél többen érdeklődnének a hivatás iránt, jelentkeznének, nevelőszülőnek, mai napon is várjuk azokat, akik érdeklődnek, és bárki, aki úgy gondolja, hogy segíteni szeretne gyermekeken, annak az információt megadjuk mindenféle csatornán, megtalálhatók vagyunk. Úgy fogalmazom, hogy kívásokkal teli, de vannak neki nagyon szép pillanatai és nagyon szép dolgai is. Megkérdeztük a nevelőszülőket, hogy ha meg kellene fogalmazni, hogy miért szeret nevelőszülőnek lenni, mi okozott a legnagyobb örömet, akkor csak egyet-kettőt kiemelve azt mondták, hogy amikor a gyermek elvégzi az iskolát, vagy szakmát szerezne, talán diplomát, azt személyes sikernek élik meg. Vagy amikor a náluk nevelkedő fiatal felnőttként önálló életet kezdett, családot alapított, és tartja a kapcsolatot a családdal, és visszatér a gyermekeivel, és nagymamaként, nagymamai szerepbe kerül a nevelőszülő, azok csodálatos pillanatok. Emellett a szervezet nem engedi el a nevelőszülők kezét. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Szent Ágot a gyermekvédelmi közösségben lévő nevelőszülők azt érezzék, hogy bármilyen probléma, gond, kérdés merül fel a családba, van, akihez fordulhatnak. Nyilván az első számú segítő a nevelőszülői tanácsadó, de pszichológus hálózatunk van, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok szakmai tudásukkal tudják ezeket a kérdéseket kezelni, és természetesen a szakmai stáb is ott áll mögött a nevelőszülő, ne érezze azt, hogy egyedül van bármilyen gonddal. És hát nyilván ezek az alkalmak pedig azt szolgálják, hogy segítsük a újjászületést, a felfrissülést ilyen alkalmakon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!